Egy átlagon felüli tehetség akkor is megmutatja magát gyorsan, rövid időn belül, ha az illető éveket elvesztegetve, önhibáján kívül okokból csak később kapcsolódik be a versenysport, jelen esetben az atlétika, ezen belül a rövid távfutás vérkeringésébe. Szivágyi Péter ilyen, a Szekszárdi Sportközpont atlétája 100 méteren üstökösként robbant be az IFIK a 18 évesek mezőnyében az országos bajnokságon, éppen itt Szekszárdon. Serdülőben kezdtem, a másodéves serdülőként, akkor ott egy pár hónap edzéssel voltam egy országos bajnokságon, sikerült döntőbe jutni, ott arra nem emlékszem pontosan, hogy ott hányadik helyen végeztem, de ott az még nem sikerült túl jól, és akkor a tavalyi ifjúsági országos bajnokság volt az első rendes felkészüléses versenyem. Ott egy makacs sérülés, csonthártya gyulladás megfosztotta attól, hogy tudásához méltóan szerepeljen. Ezt rendbe raktuk, és utána az idei szezon nagyon jól kezdődött. A tavalyi cél az volt, hogy menjünk be 11,5 másodperc alá. Az nem sikerült, 11.54-jel zártam a tavalyi szezont. Ez az idei szezon elején egyből sikerült, és utána mentünk egyre lejjebb. Ezek már olyan eredmények, amivel az idei ifjúsági országos bajnokságon Szekszárdon hazai pályán az egyik esélyesnek számított Szilágyi Péter. A bal szerencse, ami a rosszkor jött sérüléseket illeti, 3 nappal az OB előtt most is utolérte. Csütörtökön edzésen sikerült meghúzódnom egy kicsit, egy kisebb sérüléssel, és ezt próbáltuk még a gyógytornászom, a Bóta Gyulával egy kicsit kikezelni. Szerintem egészen jól sikerült, de nyilván volt még egy kis fájdalom, nem sikerült 100%-osan, és ez is benne lehetett szerintem. A rajtnál nem mertem annyira elindulni, nehogy nagyobb probléma legyen. Csak kis különbséggel maradt le a fényesebb érmektől a király kategória versenyszámában, vagyis a riválisok tényleg nem aludhatnak nyugodtan Szilágyi Pétertől. Nyilván edzünk, javítunk a rajton, egy kis gyorsaságot szerzünk, és utána még szeptember vége felé lesz egy IFI-liga döntőnk, ott még visszavághatok nekik. A sportközpont atlétájának további látványos fejlődésében azért is lehet bízni, mert az a típusú versenyző edzője szerint, aki a fájdalom küszöb elérésekor is képes nagy koncentráltsággal és kellő intenzitással edzeni.